Tisztelt Országgyűlés, emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztői zászló már elhangzott. Tisztelt Országgyűlés, én ezt magamban is elolvashatom, és akkor én tudni fogom, egyébként pedig legfeljebb önök majd csak szavazgatnak. Tehát minimális figyelmet kérek. Én nekem akkor is itt kerüljek az ülés végéig. Ne haragudjanak, de ahogy Latorcai alelnökül is jelezte, meglehetősen nehézkes azoknak, akiknek figyelniük kell arra, hogy éppen miről szavazunk az önök frakcióiban is, figyelni ekkor a zajban, és nekem is, akinek közben meg át kellene kiabáljam az Országgyűlés alapzaját. Én megvárom, én tényleg ráérek. Tisztelt Országgyűlés, először az előterjesztő által támogatott javaslatokról határozunk, a külön szavazásra kért indítványok kivételével. Kérdezem, a tisztelt Országgyűlést elfogadja-e ezeket? Kérem, szavazzanak most. Igen, 241 nem, 0 tartózkodással elfogadta az Országgyűlés. Tisztelt Országgyűlés, most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a házszabály értelmében még szavazni lehet. A kiegészítő ajánlás 4. pontjában Ugi Attila és mások a törvényjavaslat 9. paragrafus első bekezdés KA és KB pontjainak módosítását kezdeményezik. Ebben az egyes megállapodásokra vonatkozó rendelkezések érték határ módosítását változtatják meg. A Gazdasági Bizottság támogatja a javaslatot. Kérem, szavazzanak most! 323 igen, 12 nem, 0 tartózkodással az Országgyűlés támogatta a javaslatot. A kiegészítő ajánlás 5-ös pontjában L. Simon László a törvényjavaslat 9. paragrafus első bekezdését új alponttal egészíti ki. Ebben további kivételeket határoz meg a törvény alkalmazása során. A Gazdasági Bizottság nem támogatta a javaslatot, és önök? Egy igen, 330 nem, 0 tartózkodással, ha jól látom a táblát, akkor nem fogadta el az Országgyűlés a javaslatot. Az ajánlás 8-as, 165-ös, 168-as, 236-os, 339-es, 341-es pontjaiban Jávor Benedek és Szilágyi László a 4. paragrafus 8-as pontjának a fenntarthatósági szempont meghatározhatóságát pontosítják, és ezt a norma szövegbe átvezetik. Az LMP kérésére szavazunk most. Igen, 293 nem, 0 tartózkodással nem támogatta az Országgyűlés a javaslatot. Az ajánlás 32-es pontjában Apáti István a törvényjavaslat 9. paragrafus első bekezdése F pontjának elhagyását kezdeményezi. Az alaprendelkezés a közoktatási törvény alapján indított közbeszerzésekre tartalmaz szabályokat. Jobbik kérésére szavazunk most. Igen, 244 nem, 0 tartózkodással nem ment át a javaslat. Az ajánlás 90. pontjában Göndör István és más képviselők a törvényjavaslat 25. paragrafus 6-os bekezdése módosítását kezdeményezik. Indítványuk szerint a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlattevő felé a szerződés teljesítésében való részvételük arányában feleljenek. Az MSZP kérésére szavazunk most. Igen, 288 nem, 0 tartózkodással nem ment át. Az ajánlás 107-es pontjában Apáti István a törvényjavaslat 30. paragrafusát új bekezdése kívánja kiegészíteni, amelyben a kistelepülések számára díjfizetési kedvezményt biztosít. Jobbik kérésre szavazunk most.
76 igen, 253 nem, nulla tartózkodással nem ment át a javaslat. Az ajánlás 111. és 115. pontjaiban Seyring Gábor és Schiffer András a törvényjavaslat 31. paragrafus első bekezdése e, illetve második bekezdése módosításával az ajánlatkérő kötelezettségeit tartalmazó rendelkezést módosítják. Az LMP kérésére szavazunk most. ...86 igen, 247 nem, nulla tartózkodással nem ment át a javaslat. Az ajánlás 118, 119 és 121-es pontjaiban Seyring Gábor és Schiffer András a törvényjavaslat 32. paragrafus 1, 4 és 7-es bekezdéseinek módosításával ugyancsak az ajánlatkérő kötelezettségeit tartalmazó rendelkezést változtatják meg. LMP kérésre szavazunk most. 87 igen, 244 nem, nulla tartózkodással nem ment át a javaslat. Az ajánlás 199. pontjában Apáti István a törvényjavaslat 58. paragrafus második bekezdése elhagyását javasolja. Az alaprendelkezés az alkalmasság és a kizáró okok ellenőrzésének szabályát tartalmazza. Jobbik kérésére szavazunk most. 87 igen, 243 nem, nulla tartózkodással nem ment át a javaslat. Az ajánlás 208-as pontjában Göndör István és más képviselők a törvényjavaslat 62. paragrafus 4. bekezdése elhagyását javasolják. Az ajánlat bontás egyik szabályát kívánják elhagyni. Az MSZP kérésére szavazunk most. 31 igen, 301 nem, 2 tartózkodással nem ment át a javaslat. Az ajánlás 337. és 370-es pontjaiban Ipkovics György és Tukacs István a törvényjavaslat 124. paragrafus 7-es bekezdése és 144. paragrafus 4-es bekezdése módosításával a jogorvoslati eljárás szabályát változtatják meg. Az MSZP kérésére szavazunk most. 30 igen, 289 nem, 13 tartózkodással nem fogadta el az országgyűlés a javaslatot. Tisztelt országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek olyan? Nincs. Akkor tovább megyünk. Tisztelt országgyűlés, záró szavazás a következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt országgyűlés, soron következnek a személyi javaslatok. A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést H/ 3734-es számon kapták készhez. Felkérem Földesi Gyula jegyzőurat, hogy ismertesse az országgyűlési határozati javaslatot. Az országgyűlés határozati javaslata. A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő és adnak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. Egyes pont. A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló 54/2011. 6. hó 29-i országgyűlési határozat 5. és 6. pontja alapján az országgyűlés a vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak a következőket választja meg. Társelnökök Font Sándor Fidesz, dr. Józsa István MSZP. Tagok
Hanó Miklós Fidesz, Horváth István Fidesz, Ivanics Ferenc Fidesz, Koncz Ferenc Fidesz, Simonka György Fidesz, dr. Araczki András KDNP, Sáringer Kenyeres Tamás KDNP, Ficsor Ádám MSZP, Harangozó Gábor MSZP, Magyar Zoltán Jobbik, Varga Géza Jobbik, Z. Kárpát Dániel Jobbik, Szabó Rebeka LMP, Molnár Oszkár Független. 2.E határozat elfogadásakor lép hatályba. Tisztelt Országgyűlés, az országgyűlési határozati javaslatról vita nélkül egy döntéssel határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetérte a személyi javaslattal, kérem szavazzanak most. Na, ennek vége. A bizottságot határozati javaslatot támogatta az országgyűlés. Határozathozatalunk végére értünk, 2 perc technikai szünetet rendelek el. Július 22-én. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló országgyűlési határozati javaslat részletes vitája. Lázár János, Balsai István, Elsimon László, Harrak Péter képviselő önálló indítványát H/3651-es számon, a bizottsági ajánlás pedig H/3651/9-es számon megkapták és megismerhették. A bizottsági ajánlás összesen 5 módosító javaslatot tartalmaz, valamennyi a határozati javaslat második pontjának módosítására, illetve kiegészítésére irányul, ezért a részletes vita egy szakaszból áll. Megnyitom a részletes vitát benyújtott módosító javaslatokra. Megkérdezem, ki kíván felszólalni. Novák előtt képviselő úr, 6 perces időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr, és egy kis figyelmet kérnék a tisztelt képviselőtársaktól már, akinek nincs halaszthatatlan közfeladata, így este 11 óra körül, hiszen a házszabály előírja a képviselő kötelező részvételét az országgyűlés ülésein, ami legalábbis azt gondolom a kormánypárti képviselőkre kötelezően vonatkozik, hiszen ők szavazták meg ezt a megint csak kissé hosszú napirendet, amit a tapasztalatok szerint normális emberi mércével nem lehet tisztességesen teljesíteni. No, tehát megkérem, hogy akik jelen vannak, azok viszont akkor kapcsolódjanak be ebbe a vitába, amit előjáróbb el kell, hogy mondjam, hogy egy színjátéknak tartok, és az országgyűlésnek ezt a napirendi pontját csak egy színjátéknak tekinthetjük, hiszen tudjuk jól, hogy a napirend elfogadása szerint és az ütemterv szerint matematikai elméleti esélye sem maradt meg, hogy azokról, amikről most vitatkozunk, ezek közül a módosító javaslatok közül akár egyetlen egyet is elfogadjon az országgyűlés. Hiszen ebben az esetben a zárószavazás nem lehetne megtartani a nyári szünet előtt, csak ősszel. Ezt nyilvánvalóan nem szeretné a kormány, többség nem is így ütemezte. Ez csak úgy lehet, hogyha lesöprik azokat a javaslatokat, melyekről tulajdonképpen már benyújtásuk előtt döntöttek, hogy semmiféle ellenzéki javaslatot nem fognak elfogadni. Azonban, hát ha már színjáték, akkor ezt a színjátékot játsszuk végig, és mondjuk el, hogy mit szeretne a Jobbik, mit szeretne változtatni, amelyetről önök már jó előre eldöntötték, hogy el nem hajlandók fogadni. Az egyik módosító javaslatomat Staudt Gábor képviselőtársammal azért nyújtottuk be, mert szükségesnek tartjuk,
hogy ha már a határozati javaslat indokolása szerint a Kossuth tér a gyülekezési jog állampolgári gyakorlásának kiemelt szintere, akkor erről rendelkezzünk a határozati rész érdemi részében is. A tüntetők kiszorítása 2006 óta ugyanis széleskörű társadalmi felháborodást váltott ki, ezért indokolt a módosító javaslatunk, amely kimondaná, hogy igen, az országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a fentieken kívül, a rögzítetteken kívül úgy készítse elő ezeket a feladatokat, úgy végezze el, hogy a gyülekezési jog gyakorlásának, a legnagyobb tüntetéseknek is a jelenleginél alkalmasabb helye legyen a Kossuth Lajos tér. Ugye LMP-s képviselőtársam egy hasonló módosító javaslatában, ami egy kicsit másról szól, de azért ő is hozzáteszi, hogy bizony az eredeti indokolás szerint, hogy gyülekezési jog állampolgári gyakorlásáról beszél, pedig hát ha már a tibetiekről szó volt ma itt napirend előtt, meglehetősen korrekt módon, vagy talán egy azonnali kérdés formájában, bocsánat, napirend előtt múlt héten volt. Nos, akkor jegyezzük meg, hogy valóban lehet, hogy vannak itt olyanok, akik akár nem is állampolgárok, nem is magyar állampolgárok, mondjuk tibetiek, akik adott esetben mégis szeretnének tüntetni az országgyűlés épülete előtt. Én azt gondolom, hogy nekik is biztosítani kellene, úgyhogy van még mit csiszolni ezen, akár az indokolásban is. Hát ahhoz módosító javaslatot ugye nem lehet benyújtani, viszont az érdemi rendelkező részben mi csak úgy simán úgy fogalmaznánk, hogy a gyülekezési jog gyakorlásának kell a jelenleginél alkalmasabb helyet biztosítani, hiszen valóban még mondhatjuk azt, hogy a tüntetéseknek sem méltó helye jelenleg az országgyűlés. Ha már ott tartunk, hogy a tüntetőket kirekesztik, akkor jegyezzük meg, hogy a jelenlegi javaslatuk kirekesztené az országgyűlési képviselők gépkocsijait is a térről, amelyeknek jelenleg helyük van parkoló formájában. Ugye erről szól, ahogy nézem, egyik másik javaslata Szilágyi Péter képviselőtársunknak. Hát ugye nagyon helyesen azt mondja, hogy nem az állami szervek működésével összefüggésben a térre érkező gépjárművekről kellene beszélni, pontosabban arról kellene beszélni a kormányzati szervek helyett. Önök megfeledkeztek arról, hogy ez itt egyáltalán nem egy kormányzati szervnek a székhelye, elsősorban nem annak, hanem az országgyűlésnek, egy állami szervnek, tehát meglehetősen tágabban illdomos lenne fogalmazni. De hát azért, ami a legszégyen teljesebb túl ezeken az apróságokon, akkor beszéljünk arról, hogy mi sérti legjobban az országgyűlés méltóságát. Azt gondolom, hogy az, hogy ha ide kimennek a kormánypárti képviselők az ülésterem folyosójára, akkor láthatják a Szabadság térről a szovjet emlékművet, annak akár az önkényuralmi jelképeit is, hiszen valóban a sarlókarapácsos ábrázolás a BTK 269/B paragrafusába ütközik. Önök ezt jelenleg továbbra is megtűrik, miként azt is, hogy dicsőség a felszabadító szovjet hősöknek, felirattal gyalázzák meg a magyar szabadság terét. Igen, a magyar szabadságról elnevezett téren, hiszen itt korábban körülbelül 100 évig egy osztrák tüzérségi laktanya volt, itt végezték így Batthyány Lajost, és számos magyar, más magyar forradalmát végeztek ki, vagy börtönöztek be itt. Nem véletlenül róluk kapta később a szabadság nevet ez a tér. És a környező utcák is vértanúk nevét viseli természetesen. Erről az általános vitában egy kicsit hosszabban is beszéltem, most már nem kívánom ezt megismételni, azonban erre a módosító javaslatunkra ismételten felhívom a figyelmet, hiszen jövő héten fognak önök is erről szavazni. Persze megtehetik, hogy egy újabb hazárulásra felérő módon önök ismét hitet tesznek ennek a szobornak a létjogosultsága mellett, ismétlem a magyar szabadságról elnevezett téren, mely beárnyékolja a Kossuth teret is, sőt a Magyarországgyűlés működését is, hiszen, ahogy említettem, innen tulajdonképpen az ülésterem folyosójáról is láthatjuk a kommunista az önkényuralmi emlékművét, melyen ugye valóban mulasztásos, folytatólagos jogsértésként megvalósul az önkényuralmi jelkép közszemlére tétele is. Természetesen ez nem zavarta eddig az országgyűlésben jelenlévő pártokat, a Jobbik viszont azért jelent meg, hogy kifüstölje innen akár az MSZP-s képviselőket, akár az ilyen szovjet emlékműveket. Időm lejárt, látom, elnök úr, pedig egy szakaszos vita esetében nem 15 percre lenne lehetőségem? Nem. Nem. Szilágyi Péter képviselő, akkor következik LMP. Azt érzem, hogy nagyon kellemetlen. Én még úgy hallgattam volna a képviselő, de sajnos engem is köt a házszabály. 6 perces Szilágyi Péter képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Igyekszem röviden elmondani a mondandómat. Egyrésztről ez az országgyűlési határozatot egyfelől egy ünnepélyes deklarációnak olvastuk, amiben az országgyűlés felkéri a kormányt
a Kossuth tér rendezésére, illetve hogy milyen elvek mentén tegyem ezt. Ezért gondoltunk arra, hogy olyan elveket lehetne ebbe az országgyűlési határozatba belevenni, ami úgy vélem, hogy minden egyes parlamenti erő számára fontos lehet. Emögé nem szántunk mi nagy pártpolitikai elveket, úgy gondoltuk, hogy ezekben a kérdésekben akár konszenzus is lehetne, azonban abban sajnos igazat kell adnom Novák előtt képviselőtársamnak, hogy valószínűleg ezekből a módosító javaslatokból már eleve technikai okok miatt semmi sem lehet. Azonban én mégis bízom abban, hogy fontosabbnak tartják azt, hogy ezek az elvek megvalósuljanak, mint hogy gyorsan lezavarják ezt a határozatnak a meghozatalát. De mik ezek a módosítók, amiket mi benyújtottunk? Ugye Novák előtt képviselőtársam az előbb már említett két módosító indítványomat, ezeket nem kívánom hosszabban ismételni, azonban az mégiscsak nagyon furcsának tartom, hogy az országgyűlés számára épülő mélygarást csak a képviselők nem használhatják, hiszen a mostani határozati javaslatból ez tűnik ki, ezt kérem mindenképpen orvosolják, ugyanis a parlament nem egy kormányzati szerv, az országgyűlés az a törvényhozó szerv, ez mindenképpen orvoslásra szorul. A másik, ami úgy gondolom, ebben szintén konszenzus lehet a pártok között, hogy a Kossuth tér, az országgyűlés előtti tér, az az ország gyülekezési joghoz leginkább kapcsolódó tere, ahogy önök fogalmaznak, alkotmányos főtere. Én úgy vélem, hogy ez egy szimbolikus üzenet lehet, hogyha az alkotmányos főtérnek az egyik legfontosabb rendeltetése, hogy az állampolgárok és az emberek gyakorolhassák az egyik legalapvetőbb alkotmányos jogukat. Én kérem, hogy ezt deklaráljuk ebbe a határozati javaslatban. A másik, amiben már igyekeztünk egyfajta jövőben mutató javaslatot tenni, ez az, hogy a Kossuth tér rekonstrukciója kapcsán, a kivitelezés kapcsán mindenképpen érvényesülnek a fenntarthatósági szempontok. De miért fontos ez? Ez azért fontos, mert a szimbólum ebben egy nagyon erős jelentés lehet. Úgy véljük, hogyha az alkotmányos főtérben érvényesülnek azok a szempontok, amik a jövőben mutatnak, amik azt mutatják meg, hogy mi nem csak a múltnak akarunk megfelelő körülményeket biztosítani, hanem a jövőnek is szánunk üzenetet ezzel. Úgy vélem, hogy akkor mindenképpen egy nagyon jó üzenet lehet ez az összes közberuházásokhoz kapcsolódóan. Úgyhogy én arra kérem önöket, hogy gondolják meg, hogy megéri-e azt, hogy most gyorsan elfogadjuk ezt a javaslatot, vagy pedig ezekben a véleményem szerint konszenzust élvező javaslatokkal kibővítve, ezekkel feljavítva a javaslatot, közösen el tudjuk fogadni majd szeptemberben. Köszönöm szépen. Két perces szót kért Volner János képviselő úr, Jobbik. Köszönöm szépen, elnök úr, én az ajánlás harmadik pontjához szeretnék szólni, amelyben képviselőtársam azt javasolta, hogy kordonozással ne akadályozzák meg a polgárokat alkotmányos jogaik gyakorlásában. Amit én különösen fontosnak tartanék ezzel kapcsolatban elmondani az, hogy hosszú ideig a szocialista kormányok alatt folyamatosan elzárták a közterületek egy részét, különösen az ilyen központilag kiemelt jelentőségű helyeket, mint az Országház és környéke a tömegek elől. Ennek aztán nagyon sokszor jogszabály ellenes rendőri intézkedésekkel adtak különös nyomatékot a hatóságok. Én arra szeretném kérni a kormány képviselőit, hiszen már megtörtént a kormányváltás, elvileg már szelek fújnak, hogy egy ilyen jellegű térbeli korlátozással ne érjenek, hiszen ez nem csak térben korlátozza az állampolgárokat abban, hogy kifejthessék alkotmányos szabadságjogaikat, hanem valójában is korlátozza őket abban, hogy a törvényhozó hatalom vagy a kormányzat tudomására, közvetlen tudomására is hozzák személyes jelenlétükkel azt, hogy ha valamilyen döntéssel nem értenek egyet, ha valamilyen döntés nekik nem tetszik. Én tehát épp ezért ezt kérem, hogy lebegjen az új kormány előtt a szocialista kormányok gyakorlata, és legyen elég riasztó számukra, és térjenek le a kordonozás útjáról. Köszönöm szépen. Két perces, Szilágyi Péter képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban az előbb elfelejtettem említeni, ahogy a módosító javaslatomban említettem, hogy szerepel benne az, hogy kordonok ne csúfíthassák a Kossuth teret. Ennek az módosítónak tulajdonképpen egy visszautalás lenne az értelme, ha nem is tudom pontosan, talán 2-3 éve fideszes képviselők Orbán Viktor vezetésével bontották el a kordonokat, nagyon helyesen. A Kossuth téren, ahogy önök fogalmaznak, az alkotmányos főtéren nincs helye kordonoknak. Kérem önöket, deklaráljuk ezt a önök által vallott nézetet ebben a határozati javaslatban is. Köszönöm. Gaudi Nagy Tamás képviselő, 2 perces. Köszönöm, elnök úr. A
vitának azon szakaszához szeretném hozzászólni, ami nagyon fontos, és amit most Novák előtt képviselőtársam is említett, és Volner János képviselőtársam, mégpedig a gyülekezési jog gyakorlása a Kossuth téren. Tehát valóban ez egy, még jobban rá szeretnék világítani arra az összefüggésre, ami valóban 2006 őszétől kezdődően egy tipikus jelenség volt. Lényegében közforgalom elől elzárt területi nyilvánították a Kossuth teret törvénytelen döntésekkel. Éppen Gulyás Gergely képviselőtársunk volt az, aki nagyon sokat jó magammal együtt támadtuk ezeket a törvénytelen rendőri intézkedéseket, Gergényi Péter nevéhez fűződő intézkedéseket. A Kossuth tér egy szimbolikus és mindenképpen egy megkerülhetetlen tere annak, hogy a magyar nemzet kifejezze mindenkori véleményét a nemzet sorsával kapcsolatosan. Éppen ma is volt egy ilyen tüntetés, július 4-ére, 2002. július 4-ére emlékezve, amikor Budázi György és barátai lezárták az Erzsébet hidat, hogy tiltakozzanak a szavazatok megsemmisítése ellen, aztán a tüntetés a Kossuth téren folytatódott. Egy a lényeg, hogy ez a határozati javaslat csak akkor érhet célt, hogyha még elviekben sem zárja ki vagy korlátozza azt, hogy a gyülekezési jog megfelelő formában és keretek között az alkotmányos alapelveknek megfelelően gyakorolható legyen. Tehát ebben csak azt tudom javasolni, mint amit ma a büntetési törvény módosítással kapcsolatos vitában, a jogállamiság útjára való visszatérést kell követni, és ebben pedig a jogkiteljesítés, a joggaranciát kell erősíteni. Ennek pedig a végrehajtása csak úgy valósulhat meg, hogyha Staudt Gábor és Novák képviselőtársam javaslatát, illetve mindazon javaslatokat, amelyek a gyülekezési jog garanciális biztosítását célozzák a Kossuth tér újrarendezése tekintetében, ezt maradéktanul teljesítik. A civil jogász bizottság, amelynek magam is tagja voltam, több tekintetben körbejárt ezt a kérdést, és nagyon részletesen annak idején is kimutattuk, hogy ez az út nem járható, tehát a jogkorlátozás végre megszüntetendő, és ehhez jogkiteljesítés szükséges. Köszönöm a figyelmet. Normál szót kérve adom meg a lehetőséget Staudt Gábor képviselő úrnak, Jobbik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, igyekszem rövidre fogni itt a késői óra indokán, talán egy dologról nem esett szó, bár itt sok mindent elmondtak előttem képviselőtársaim, az Károly Mihály szobra, és ez azért volt fontos, és azért szeretnénk, hogyha jegyzőkönyvbe mindannyiszor belekerülne, mert többször hallhattunk itt arra olyan féligéreteket a Fidesz képviselőitől itt az országgyűlésben és a bizottságokban is, hogy a 44-es arculat visszaállítása, vagy egy hasonló arculat visszaállításával megoldódik ez a probléma, amit felvetettünk, tehát vagy az előtti arculat visszaállításával, és eltűnik onnan Károly Mihály szobra, ez egy régi probléma, és egy nemzetárulónak nincs helye, azt hiszem, most már a alkotmányos főterünkön, és azt hiszem, hogy ez, amikor a felszólalást az általános vitában megtettem, nagyon sok Fidesz-KDNP-s képviselő társam is bólogatott, azt hiszem, hogy ez nem egy olyan felvállalhatatlan politikai programpont, akár a Fidesz-KDNP részére sem, és ezek a féligéretek bizalommal töltenek el, hogy a probléma megoldásra is fog kerülni, nem csak passzírozzuk itt azt a bizonyos dolgot, hitegetjük a jobbikos képviselőket, és akkor a végén a megvalósítási tervekben újra az szerepel majd, hogy dacára az előterjesztésnek ott maradt Károly Mihály szobra. Ezt szeretnénk elkerülni, ezért szeretnénk többször hangsúlyozni, hogy egy nagyon kiváló intézmény, a Szoborpark már üzemel erre a feladatra, és ahogy az előterjesztésben is olvashatjuk, a méltó helyre kerülhetnek azok a képzőművészeti alkotások, amelyeknek nem a Kossuth tér a rendeltetési helyük. Hát úgy gondoljuk, hogy Károly Mihály szobrának a legliberálisabb felfogásunk alapján is a Szoborparkban lenne a helye Budapest határában. Kérem, hogy ezt mint körülményt mindenképpen fontolják meg, és ezeket a féligéreteket tartassák be, illetőleg a végső látványterveknél és a kivitelezésnél vegyék figyelembe. Még talán egy apróságra hívnám fel a figyelmet, és ezt is talán a jegyzőkönyv kedvéért az Alkotmányügyi Bizottságon elhangzott, mert kérdésként tettük fel.